Sziasztok! Enci vagyok, a mai vendégem Wagnerné Kovács Sarolta, Saci néni, mindenki Saci nénie. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ma beszélgethetek ebben. Én pedig nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azzal az első kérdésem, hogy hogy lett fönn a súgójuk súgója? Hát, drága Enikő, a súgójuk súgója tulajdonképpen nagyon régen kezdődött, amikor én oda kerültem. Márta néni, Harmici Márta néni szólt nekem egyszer, hogy volna-e kedvem súgni. És abban a pillanatban nem is gondolkodtam, és rögtön rávágtam, hogy igen. Hát tulajdonképpen így történt ez az egész. És attól kezdve 10 évig súgtam. Wow. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon imádtam csinálni. Meg kell, hogy mondjam, ez egy szakmának is nagyon nehéz szakma lenne. De úgy munka mellett, család mellett, gyerekek mellett, az iskolás gyerekekre is gondolok, bizony nehéz volt, megerőltető, de boldogan jöttem minden este. És a színházzal így, nem csak így indult, de így teljesedett ki az én kapcsolatom igazán, mert ugye addig is rengeteget jártam a gyerekekkel, iskolás gyerekekkel a színházban, mint tanító néni. És akkortól viszont szinte heti szinten 2-3 alkalommal itt voltunk. Wow, hát az rengeteg idő. És a próba folyamatok alatt is a súgó lyukban ült ön? Nem. Csak az előadásokon, és megmondom őszintén, az én foglalt helyem a próbák ideje alatt első sor középső szék. És ott ültem folyamatosan a főpróbán, sőt a főpróba előtti próbán is, és természetesen az előadáson. Na most az nagy kihívás lett volna ott a magasságban ülni, mert meg kell, hogy mondjam, hogy az nem a kényelem szigete. Azt gondoltam. Fönt a dobogón meleg van, húzat van, és figyelj, és topollégy, és mindig odafigyelj, és mindig azt mond, amit kell. Úgyhogy nem volt könnyű. De imádtam. Még egyszer mondom, már sokszor ismételtem önmagam, de nagyon-nagyon szerettem csinálni. Ennek mind nagyon örültünk. Köszönöm. És láttam, hogy hozott a Saci néni egy pár szövegkönyvet, ami az ön szövegkönyve volt, amikor súgott, és hogy így mindenkinek megvolt a saját színe, és hogy akkor végigkövette az egészet, végigolvasta az egészet, amikor súgott, akkor lendült a... Amikor készültünk és gyakoroltunk. Igen, mindig. Tehát volt olyan, amikor csak bizonyos részeket gyakoroltunk. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy volt olyan, hogy 5-6-szor egymás után. Tehát ez gondolom a nagybetű színházakban is így van, hogy addig gyakoroljuk, amíg nem megy. És mikor már majd úgy végére értünk a darabnak, és a teljes darabot gyakoroltuk, vagy csak egy felvonást, vagy csak a másik felvonást, akkor bizony az elejétől a végéig minden egyszer, minden alkalommal nekem követnem kellett. Nem úgy, mint a részemre nagyra becsült és nagybetűs komlói színészeket, akik a deszkára léptek. Őket nagyon-nagyon csodálom, mert egyszerűen fantasztikus emberek voltak, akikkel együtt dolgoztam a sok-sok év során. De azt tudom mondani, hogy nem volt egy egyszerű dolog, meg hogy mondjak még valamit, úgy szellemileg is, mikor vége volt már a próbának, annak a másfél-két órának, hát szellemileg is elég megerőltető volt, tehát ez egy nem könnyű. Hát ez elhiszem, az biztos, hogy ezt nem mindenki tudná csinálni. Szerintem én személy szerint ezt nem tudnám. Nem biztos, meg kell próbálni. És
Mit szóltak az ön tanítványai ahhoz, hogy ön a súgójukban súg? Mert ezért ez egy kicsit vicces, hogyha feleltet, akkor ugye a súgnak a felelőnek az probléma, de ön is súgott. Hát igen, nagyon érdekesen kapcsolod össze a dolgokat, Enikő. Hát örültek, megmondom neked őszintén, tudták az első perctől kezdve, minden osztályom tudta, hogy én súgok a súgójukban, és ugye amikor már első-második osztályban nem igazán érdekli a pici gyereket olyan szinten, hogy milyen darabot súgott a Saci néni, meg hasonlót, de a harmadik-negyedik osztályosok már túl kíváncsiak ahhoz, hogy sok minden érdekelje őket, és mindig képbe voltak, hogy most én súgok, meg hogy siettem, bármi volt, siettem kellett délután, vagy este, mert próba volt, vagy szülőértekez lett. Egy órával előbb kezdődött, mert próba volt, tehát nekem volt két fontos dolog az életemben, a színház, a súgójuk, és a munkám, meg a családom együtt. Wow! És akkor ezt így teljesen jól harmóniába tudta tartani, mindig minden megvolt, Mindig minden megvolt, de én azt azért szeretném elmondani, hogy nekem egy nagyon biztos családi hátterem volt. És van is, és ez, ami biztos az életemben, és tehát eztől voltam én mindig olyan mobilember. Tehát nekem mindegy, hogy mit kellett csinálnom, vagy mit szerettem volna, illetve amit én szerettem volna, én azt mindig megcsinálhattam, mert én tudtam azt, hogy ott áll mögöttem a férjem, aki egy biztos pont, és aki, ha én nem csinálom meg, ő elvégzi azt, és soha nem volt olyan, hogy most ezt nem kellene. Nálunk mindig mindent meg lehetett csinálni, és ez nagyon fontos dolog az életben. Igen, ez biztos. Tényleg ez remek, fantasztikus. És tanítónéniként mi volt annak így a legnehezebb, mert azért ennyi mindent fejben tartani, és ennyi mindent összetartani, összefogni, azért nem lehetett kis feladat. Nem volt kis feladat. A 40 év nagy feladat volt. Tehát ugye én 40 évig tanítottam, és az egész 40 év igazán nagy feladat volt. Ugye én is ebből sokat tanultam, mint pedagógus. Gyerekek jöttek, gyerekek mentek, négy osztályok jöttek, osztályok mentek, különböző gyerekcsoporttal. Na most azért azt elmondom, hogy én nagyon-nagyon igyekeztem arra, hogy mindenki a maximumot kapja meg az alsó tagozatból. Amit lehetett, azt próbáltuk. És nem volt könnyű, én tudom azt, hogy én egy nagyon maximalista ember vagyok, és nem volt könnyű a gyereknek sem, mondjuk nekem sem. Mert ugye egyszer felelj meg a gyereknek olyan szinten, hogy add át a tudást, és tudja, és személyre szabottan tudjon bizonyos dolgokat, és kapjon meg bizonyos dolgokat. De az is fontos volt, hogy a tehetség az emelkedjen ki. És ez egy pedagógus pályán, mondom én 40 év tapasztalattal álltam mögött, hogy nagyon fontos. Ugye mi nagyon jól ismerjük egymást, és tudott-e azt, hogy rengeteg versenyen szerepeltünk, mindegy az, hogy mesemondó volt, matematika verseny volt, vagy bármi. Én igyekeztem maximálisan, sőt, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, én megmondom őszintén, hogy amióta Pöndöly van Kumlón, azóta én mindig a teljes osztályommal szerepeltem. Hoztam a Pöndölybe őket, és a szülők természetes folyamatosan a szülők támogatásával, és hordták, vitték, vasalták a ruhákat. Ma itt szerepeltünk, holnap után ott szerepeltünk, holnap, majd negyedik nap után meg az a ruha kellett. Úgyhogy ez így működött, és én hálás vagyok a szülőknek, és nagyon 24 évig olyan biztos családi háttér
volt mögöttünk, hálás lehetek a sorsnak. Tehát ezt azért elmondom, hogy mindenki nem biztos, hogy így jár, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. És a pöndölyjel is rengeteget szerepeltük. És a gyereknek ez egy plusz volt, és olyan plusz, amire örök emlék, vagy örök életében emlékezni fog. Biztos örök emlék marad neki. Igen, meg nagyon jól összekovácsolják a közösséget is, mert tényleg, amikor visszagondolok, Sacinél mindig ott volt. Tehát nem volt olyan fellépés, amikor nem lett volna ott. És ez is szerintem nagyon csodálatos, hogy tényleg az egy közösség volt. Most megmondom, még az is, igen, szerintem. És megmondom őszintén, hogy nem is tudtam volna elképzelni. Most, ha így visszagondolok, nem is tudtam volna elképzelni azt, hogy az én gyerekeim fellépnek, és én nem vagyok ott. Mindegy, hogy mi volt. Nem volt olyan. Én emlékszem, hogy szarvasról jöttem egyszer úgy haza, hogy beestem. Hogy akkor már itt álltak kint a színház előtt, ruhával a kezükben, a szülőkkel, és vártak engem, hogy megérkezzek, meg pont szereplés volt. De ide értem. Tehát ez fontos volt. Nagyon fontos Szerintem. Volt. Milyen a nyugdíjas évek? Milyenek a nyugdíjas évek? Hát szeretném elmondani, hogy nagyon jók. Nagyon jók. Én nagyon élvezem, és te tudod, hogy nekem a nagy szerelmem a tanítás mellett még a mézeskalácsozás. Volt, és én ezért mentem akkor nyugdíjba. Igen. Ahogy meglett a 40 évem, arra gondoltam, hogy addig, amit szerettem, azt csináltam. És most pedig eljött az az idő 6 évvel ezelőtt, pontosan 6 évvel ezelőtt akkor mentem nyugdíjba. Igen. És eljött az az idő, amikor arra gondoltam, hogy meg kellene próbálni azt, hogy 40 évig azt csináltam, amit szerettem, akkor a nyugdíjas éveimben is miért nem csinálhatnám azt? Na, és akkor így alakult, és ebben segített nekem nagyon nagy út a színház, mert én, amikor június 20-án nyugdíjba mentem 6 évvel ezelőtt, akkor volt december 3-án itt a színházban egy mézeskalács kiállításom, amit a Korvúj Kata szervezett, igen. Ő még májusban kért akkor fel, hogy mit gondolok erről, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép emlék és élmény, és rengeteg ember volt a megnyitón, és csak hömpölyögtünk, még a kabátok közt is emberek álltak. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, és imádtam, és azóta is imádom, és csinálom. Azon a megnyitón én is itt voltam, és gyönyörűek voltak. Köszönöm. Meg nagyon finomak is, tehát nem csak szépek, hanem nagyon finomak is azok a mézes kalácsok. Köszönöm. És akkor most jöjjön az utolsó kérdésem, milyen legmeghatározóbb élmény, ami ide kötődik a színházhoz? A színházhoz. Az egész színház. Nekem nagy élmény, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy van a színház, és hogy ennyire részese lehetek a színház életének. Hát mi is nagyon-nagyon köszönjük, és tényleg Sacinéli minden rendezvényen ott van, mindig itt van, és öröm önnel mindig találkozni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és még találkozunk. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!